ütős dohány. Beleütök, az nagyon menő lesz, nem? Az fú, ilyen durva lesz, így kezdődik. Hali papi, mami, mindenkinek a Tabu márkától fogjuk tesztelni a gránátalma ízesítését. A Tabu márkáról ugye azt kell tudni, ez egy spanyol márka, egy tesztünk már volt belőle. A doboza az nagyon ízlésesen van megoldva, főleg, hogy műanyag dobozban van, és lecsavarható a teteje, tehát ez nagyon praktikus ugye a tárolásnál. A dizájnja az eléggé változó így az ízek tekintetében nézve, tekintetére nézve. Itt ugye ezt a zöldes, bordós árnyalat követi az egész dizájn, tehát ugye itt a Tabu feliratban is színezik ugye maga a logót. Áfonyánál ott szintén ott kékesre volt színezve, tehát ugye követi az ízvilág ugye maga a logót is, illetve a dizájnját, az nem tudom miért beszélek el ennyit. Nézzük meg maga a dohányt, ugye be van csomagolva plusz egy ilyen kis zacskóba. Nagyon jól le van zárva, ugye plusz, hogy visszatesszük ugye maga a dobozba és lezárjuk, hogy abszolút megelőzzük azt, hogy kiszáradjon a dohány, úgyhogy ez nagyon praktikusak ezek a fajta dobozok. Hát az illata következő. Rögtön előjáróban annyit tudok róla mondani, hogy gyakorlatilag ezek a különlegesebb márkák, ezek követnek egyfajta íz, illetve illat világot. Értem ez alatt, hogy különlegesebb márkák, tehát nem az alapmárkák, mondjuk Alpha Care, vagy Nakla, vagy Prince, tehát nem ezek a tradicionálisabb dohányfajták, hanem ezek az újabb fajta megjelent márkáknál, hogy követnek egyfajta ízvilágot. Itt ugyanazt érzem, hogy nagyon picit ez a parfümös vonal, nem tudom tényleg máshogy mondani, olyan, mint amikor egy nagyon kellemes parfümbe mondjuk beleszagolsz, ami esetleg mondjuk furcsán hangzik, hogy parfümöt fogunk szívni, de tényleg ezt tudom hasonlítani. Elég édeskés illata van, valahol ott van benne ez a gránátalmás íz, viszont azt vettem észre, hogy ahány márka a gránátalmából annyiféle fajta. Tehát nem is nagyon tudtam még kétfajta gránátalmát úgy összehasonlítani, hogy tényleg ez az igazi gránátalma íz. Tegyük hozzá, annyira nem fogyasztottam nagyon sok gránátalmát életembe, de valahogy azt vettem észre, hogy mindegyik gránátalma. Ez ízek között rettentően eltér, tehát nem olyan mondjuk, mint egy kétalma vagy egy áfonya, ami nagyjából azért próbálja ugyanazt visszaadni. Van egy nagyon erős édes illata, ahogy beleszagolok, és utána, ahogy az elmúlik, utána jön ez a picit parfümösebb illat, ugyanaz a fajta édeskés, gránátalmás illat, csak akkor már szerte fogozódik egy picit, mintha egy kicsit ilyen parfümösebb lenne az egész. A dohány aprítottsága teljesen megfelelő, egyébként kellően melasszos is, egy kicsit talán már túlzás is, ugye itt mindig ugye a gram miatt azért veszítünk maga a dohánynak a mennyiségéből, ha ugye látjátok, hogy mennyire melasszos, tehát én ezt egy picit ugye ezt túlzásnak találom, amit látszik rendesen, hogy felgyűlt a melassz, ezért jól át kell nyomkodni mindenképp. Aprítottság az viszont teljesen megfelelő, mint azt látjátok, nem is túl apró, nem is túl nagy, egyébként pont teljesen jól el van találva, úgyhogy nem kell őt plusz aprítani. Színét tekintve sötét barnás színe van, tehát olyan, mint hogyha az eredeti dohány lenne igazából beáztatva, nem itt át semmilyen fajta melasznak a színe. Megpróbálom lájtosabban tömni, és konzolt fogunk használni, mert nem szeretnék oda durrantani neki, de hogy miért, azt majd a teszt közben elmondom. Hát nagyjából rendben is vagyunk, és akkor jött rá a szénkonzol, ami tökéletesen illeszkedik természetesen a mi Salar modderünkhez. Na miért is mondtam én ugye, hogy finoman tömöm meg hogy ugye szénkonzolt használok. Hát többek között azért, mert a Tabu az egyáltalán nem ezt az amerikai vonalat próbálja erősíteni, hanem pont a tradicionális vonalat, de olyan mértékben, hogy valami bivajerős dohányt csinál. Tehát tényleg, ettől aztán leszakad az arcod. Tehát az már előjáróban annyit, az biztos, hogy elárulhatok.
Most rátettem két darab kokobrikot, mindjárt is mondom gyorsan, ugye dúdüveg pipából pipázok egy Butter Ice mosható szívócsővel, aminek a fagyasztható részét kicseréltem egy Namor szívócsőre, egy Salar Modder fanel kerámiát használunk, és szénkonzol és két darab kokobrikóval, kettő darabbal, de már körülbelül most egy 2 perce vagy 1 perce így nem figyeltem oda rá, és már annyira erős, hogy igen, már most picit nem figyelek oda, és tehát ezt szívni kell. Hát elég nagy felhőt lehet vele produkálni, az biztos, de alapvetően az biztos, hogy rögtön azt elmondhatom nektek, hogy ezt a dohányt az fogja csak szeretni, tehát magát a Tabu márkát is, aki szereti a kraftos erős dohányokat. Sok embernek pont ez a problémája, hogy nem talál jó erős dohányt, van, aki kimondottan szereti ezt, hát nagyon sokan már úgy is szívják, hogy oda van égetve az egész, a szívják, mondjuk azt egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy jó dolog, illetve akkor inkább egy erősebb dohányt választunk, tehát mondjuk így megégve a dohányt semmiképp ne szívjuk, mert az egyáltalán nem jó. Egyszerűen, ahogy egy picit beindul, számomra majdnem, hogy szívhatatlan erős. Hű, lehet, hogy kénytelen vagyok levenni egy szenet, mert ezt nem fogom bírni, gyerekek, ki. Hát egy színnel se pipáztam még, úgyhogy azért ez nagyon kemény. Na hát az ízéről is valamit. Elég hűsítő érzés egyébként, az nagyon kellemes. Tehát ahogy leszívod, valószínűleg egy kis mentával ez meg van bolondítva. Nagyon-nagyon hűs, nagyon-nagyon hűsítő érzése van az embernek tőle. Ugyanakkor érezni ezt az édeskés ízt, és valamiért egy picit ilyen kiwi íz jön ki belőle, ami nem tudom, hogy minek köszönhető. A háttérben ott van ez a grántalmás, picit édeskés, savanykás íz, de inkább a kivire hajaz, arra emlékeztet leginkább az íze. És van neki szintén egy ilyen picit parfümös íze, hát nem szívtam még parfümöt, természetesen megint mondhatnám, hogy nem is ettem még, vagy spricceltem a számba, de úgy az illata meg az ízek között azért sok minden eléggé összefügg, úgyhogy ahhoz tudom hasonlítani, mint hogyha kicsit ilyen parfümös beütése van. Nem fog tudni szívni még egy szénnel sem, megőrülök. Az a durva, hogy láttátok a tömést, alig raktam bele, hogy a konzolnál, meg ráadásul egy picit azért púposabbra, tehát a pereméig meg kell tömni, hogy gyakorlatilag ugyanúgy tömtem, mint hogy a fóliázó lenne, és hát más dohánynál gyakorlatilag van, hogy be se indul rendesen a folyamat, hogyha annyira lerakod az aljára, mint hogyha mondjuk fóliázni akarnál és 3-4 szénnel bedurrantani. Hát ez 2 szénnel teljesen lett nyomva. Egyszerűen olyan ereje van a dolognak, hogy atya úristen. Ízre kellemes, egész kellemes, tehát tényleg az ízével semmi probléma nincs, illetve hát mondjuk az erejével sincsen probléma, nekem ez rettentő erős, tehát nekem ez már durva. Tehát én most megmerem kockázatni, hogy az életem legerősebb dohánya. A nikotintartalomnak is lehet, hogy köszönhető, igazából nincsen feltüntetve a nikotintartalma a dobozon, tehát nem tudom, hogy mennyire mosott, szándékosan szerintem erősre van hagyva. A Prince dohányoknál, az egyiptomi Prince dohányoknál éreztem azt, hogy az tényleg ütős, az egy nagyon tradicionális dohány, ugye minél jobban kitolódnak ezek a trendek, ugye elérkezünk Amerikához, ott meg gyakorlatilag már teljesen olyan szintre vannak mosva a dohányok, hogy olyan, mintha idézőjelben azt is mondják, hogy mint a hegyi levegőt szívnál, van akinek az jön be, én azt hiszem, hogy nekem a kettő között van a megoldás, hogy tudjátok, én nagyon alpha care párti vagyok, Az pont erőben, ízben is nekem ott van. Ez nekem baromi erős dohány. Így egy szénnel azt mondom, hogy ugye elpöfögtettem, mert nem merem rárakni a másikat, mert én megpusztulok. A legkellemesebb ez a hűsítő érzésben egyébként, nagyon-nagyon jó hűsít. Tényleg nagyon finom keveréke ennek az állítólagos gránátalmának és a mentának, de én tényleg azt mondanám rá inkább, hogy picit ilyen kiwi és valami kis édeskés íz, egy picit ilyen gumicukros ízt is érzek utána.
De mindenképpen kellemes. Tehát a kivit nagyon sokan nem szeretik, van, aki kivimániás, aki kimondottan nagyon-nagyon-nagyon kedveli a kivízesítést. Én a kettő között vagyok, tehát ugye nekem volt rossz élményem kivivel, meg volt nagyon jó, ugye a Avzából szívtunk kivi áfonya ízesítést, az nagyon-nagyon jó kombó volt. Picit ahhoz tudnám inkább hasonlítani, tehát benne van ez az édes íz, de mégis egy picit ez a nagyon-nagyon friss és bivajerős. Egyszer már szívtam belőle, akkor ráadásul fóliáztuk, ráadásul három szénnel, az számomra totális katasztrófa volt. Tehát az már nekem az ilyen elszívhatatlan kategória volt. Viki el volt vele, ugye a lányok jobban bírják, ezt már észrevettem valamiért. Most nekem ez így jobb, hát nem fújok akkor a felhőt vele, mint azt látjátok, de így tudom élvezni ezt a fajta dohányt. Rárakom a másikat. És az a baj, hogy azt érzem benne, hogy nem megég a dohány, hanem egyszerűen így visszajön, így megakad, tehát annyira erős, hogy nem azt érted, hogy meg tudom már nyilván különböztetni ennyi idő után, hogy mi van, amikor megégett a dohány, és akkor van egy ilyen mellékíze, biztos ti is ismeritek, amikor le kell venni a szeneket, ki kell fújni a pipát picit. Itt nem ezt érzem, ilyet nem nagyon éreztem még dohánynál, hogy egyszerűen nem bírom szívni, annyira erős. Most aki bírja az ilyen nagyon kemény dohányokat, annak nagyon fog tetszeni. Tehát annak mindenképp, aki tradicionális dohányt keres, de egy picit más ízeket, egy picit frissebb, fiatalosabb ízeket keres, mi nem a megszokottat, az mindenképp próbálja ki, mert annak ajánlott. Szóval ez egy ilyen, ez szó szerint, ez egy ütős dohány. Most összehasonlítva a fóliázáshoz, képest ez most sokkal kellemesebb. Tehát ezt nem ajánlom senkinek fóliával, ezt a fajta dohányt. Ez tényleg szénkonzol, semmi más, és nagyon-nagyon figyelni kell rá, és akkor egy pont be lehet lőni azt, hogy ereje van a dohánynak, ez sok embernek így ízleni fog, biztos vagyok benne. Tehát mindenképp mondom, csak azok keresik, nem akarom magamat ismételgetni, de tényleg aki szereti, ha kraftos a cucc. Nem is akarom túlszívni magam, úgyhogy nagyon figyelnem kell. Úgyhogy inkább beszélek róla. Annyit tudnék még mondani róla, hogy... Mi a faszt akartam mondani? Mit akartam mondani? Mondd már meg! Közben lehet, hogy ki kéne kapcsolom a tévét, mert halálra éjesztetik a gyerekeket nevű műsort nézem, és nem biztos, hogy úgy közben egy jó ízűt tudok pipázni. Eszembe jutott közben, szóval nagyon sokan szokták ezt megkérdezni, hogy mi van, ha tisztán dohányt raknának bele, tehát amit megvásárolsz boltba, mondjuk amit ilyen cigitömésre árulnak, ilyen tasakból, mi van, ha azt tömöm bele? Hát gyakorlatilag szerintem elájulnál a ilyen harmadik, negyedik szívásnál. Tehát gondoljatok bele, hogy annak milyen nikotin tartalma van, hogyha ezek ilyen mosott dohányok. Szóval az elképesztő. Én erre is azt mondom, hogy ez már ilyen nagyon durva. Ha most, ha megtömnénk ezt teljesen normál, egyrészt undorító, tehát itt nem az a lényeg, tehát annak cigi íze lenne, tehát ki akar dohány ízt szívni. Illetve van tradicionális dohány ízű vízipipa, de azt se úgy képzeljétek el, hogy az így naturba bele van téve, hanem az utánozza a dohánynak az ízét. Tehát annak idején mondjuk a likvidekben volt ilyen, hogy dohány ízű likvid, és akkor ott ilyen finom szivar dohány leveleknek az ízét próbálták utánozni. Tehát a kettőt ne tévesszük össze, a kettő az rohadtul nem ugyanaz, hogy üző sima dohány szívja, aztán jó van. Tehát ez ugye így nem működne, hogy egy bolti cigi dohányt beletömsz, tehát ez nem ilyen. Tehát az, hogyha tradicionálisan elkészített dohányízű vízipipa dohány szívsz, az se ilyen, hogy felfordulsz tőle, és akkor ilyen büdös dohány szívsz, tehát azt senki ne próbálja ki. A másik meg ez a nagy baromság, hogy teafüvet teszek bele. Ezt se értem, hogy honnan jött valakinek, hogy teafüvet teszek bele, mert hogy ezek nem működnek, tehát ez nem
az megég, kigyullad, vagy nem tudom, mit csinál benne. Na, hát összefoglalva, ugye egy nagyon kellemes dohányt kapunk, nagyon finom ez az ízkombó, egyébként nekem bejön, frissítő, tök jó az íze, nincsen vele különösebb probléma, nem azt mondom, hogy mindennapi dohány, viszont rettenetesen erős, tehát ezt tényleg csak a hardcore pipásoknak ajánlom. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, bőfüstöt mindenkinek, Halli Papi Mami. Ha szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz! Képek, tippek, trükkök, és legyél napra kész minden videóról!